Hát köszöntök mindenkit! Egy újabb élménydús helyen vagyunk. Igen, igen. A Tordai Sóbányához kijött ruccantunk. Sokan vannak, nagyon sokan. Itt vannak tatáik. Itt ez a parkoló. Három leóraja elvileg, aztán majd meglátjuk. És itt van egy kutya. Nem tudom, mit akar. Úgy vannak magyarok, itt csomóan jöttek Magyarországról, meg lengyelek, meg franciák, meg németek. Itt van egy parkoló, meg ott van egy parkoló, és ott kell bejönni. A Tordai Sóbánya az egyik legszebben kialakított sóbánya Romániában. Tudtad? Nem. Parajdit lekörözi. Szerintem egy sóbányában sem voltam is. Parajdit lekörözi nagyon-nagyon. Mert itt kialakítottak egy csomó mindent, majd meg lehet, majd megmutatom. No. Itt van. 410 hely van még. Három lej órája. Na, itt van a sóbánya. És itt közvetlen közelébe. Közvetlen közelébe a parkoló drágább, két lej, öt lej órája. Erre gondolt Marianne, hogy te? Tetszik feljönni a járdára? Azt hittem, hogy elő vagy, hogy ne látom. Nem szólt? Na, bejöttünk a sóbányába. 60 lej felnőtteknek, nyugdíjasoknak 30, gyerekeknek azt hiszem 25 talán. Meg lehet nézni az oldalukon. Szelina tud, de oldalán vannak képen. Vannak, hogy tervrajzok. De vedd fel! Na, ezt nem Amúgy vannak itt sokan, sok ilyen csapat. Gondoljunk csak bele egy ilyen csapat, fejenként 60 le.
sajnos túl sötét van, úgyhogy hát nem tudom mi látszik. Elvittem az ISO-t elég magasra, 1600-ra, úgyhogy lehet szemcsé is. Ez van. Hogy a tordai sóbánya már a római korban is híres volt, termeltek ki a sótillát, valamint a Habsburg magyar monarchia idejében is. Akkor is elég nagy jelentőségű termelések folytak itt. Utána már, hát, félbe szakadt. Tudsz jönni? Itt is ez le van zárva. Itt is fel lehet nem enni. Így vitték ki a sókat. Ez szerintem autentikus. Még az akkori időkből van. 1900 éves évek elejéről. A monarchia idejében. Ezt vagy 10-15 éve újították fel. És... Hát itt részekre vannak osztva, szobákra. Elég jó fel van tüntetve minden. De lifter. Ja, lifter. Ott van a sor. Nem ez a sor? Hát itt várjuk a liftet. Heten szabad bemenjenek. Hát ülünk egy 15 perc, addig szívjuk a sót. De jó. Na, hogy tetszik a sóbánya, ha? Mi erre számítottál? Ilyesmi, ezt láttam. Másképp néz ki, kivilágítottam.
Na itt vagyunk a lépné, mi jövünk. Már lehet, hogy azt mondtuk tőlük. Hát szintén most a fájlózat. Filmezed? Na hát leértünk, de is itt jobban a levegő. Itt van egy ilyen kerék. Hát olyan 20 lej, 20 perc, ahogy láttam. Van ilyen golfozni lehet, főleg gyerekek itt golfozhatnak. Ez is pénzbe kerül amúgy. Itt minden pénzbe kerül. Itt vannak kiállítva képek, egész végig. Lehet biliárdozni. És itt van egy játszótér. Gyerekek itt játszhatnak. Valamint itt is pingpongozni lehet meg. Hát... De csomó minden van itt. El lehet tölteni az időt, ez biztos. Itt van az amfiteátrum. És itt pedig felfele lehet menni fel, ahol vártuk a liftet, gyalog. Ez az amfiteátrum, itt szoktak rendezni, hát ilyen mini koncerteket. Csak az a baj, itt már összefirkálták. Hát ez meg nem tudom, micsoda, itt van két porció. Hát fel van ez mindenvel szerelve. Itt be lehet ülni ilyen masszázsszékbe is. Nem tudom, hogy 10-20. 20 lej, 10 perc. Hát az egy kicsit sok. 20 lej, 10 perc, te meg masszírozol fél órát, feladjak 60 lejt. Milyen 60 lejt?
Úgy itt lehet vásárolni is dolgokat, persze jó drágán. Például egy... Hát mit mondjak? Na, van itt mindenféle. Sópárna 25 leér. Valami mappa 10 leér. Ilyen legyező 20 leér. Valami könyvecske 16 leér. Hát nem olyan drága. Drágábbra számítottam. Annak ilyen csecsebecsék. Még ilyen konyhai köténykés is van 50 leért. Mondjuk annyit nem adnák ki érte. Ilyen sókockák 16. Csuprok. Csuprok. Tányérok. Ez a kanál nagyon szép. Csak szerintem nem fém, hanem műanyag. Vannak karperecek, meg mindenféle. Meg ott is táskák. Na, hát mennyi oda már. Itt vannak sólámpák is. Különböző alakzatúak. 80 lejtől. De nem, van 23 lejér is, olyan kicsi. Úgyhogy ezek megérik, mert a máshol is kb. Ennyiek. Még mackó alakzatú is van. Itt van egy tó, nem tudom, ha látszik. Lehet csónakázni. Pénzért természetesen. És ott leültni, megpihenni. Nem tudom még mi van ott. Hát kb. Ennyi. Hát ez a leghíresebb része a sóbányának. Szépen kialakították. Hát volt mit beletenni, mert nem egy olcsó mulatság felújítani. Amúgy jó nagy sor van a liftnél. Na nézzük, mi mennyibe kerül. A mini golf 20 lej, 20 perc. Ezen a kereken 15 lejt kell fizetni 8 percért. A tenisz azt a fél óra 20 lej. A biliárd 1 perc 1 lej. Nem a legolcsóbb, de ki lehet bírni. Nem tudom, milyen képek vannak, hát nem is tordáról, hanem szerintem itt, igen, időszakosan vannak ilyen kiállítások. Most jelenleg Teodor Dedeleo Monumente Pavestronest képkiállítása. Ez egy jó ötlet, legalább feldobja itt a látvány világot. Mikor én voltam egy, hát most amikor 10 éve, akkor nem így nézett ki, azóta újítottam fel. És szerintem jól tették, mert hát most Romániában talán az egyik legszebb. Nem a leghatásosabb, mert aki tüdőbeteg, az inkább parajdra megy, de ez a legszebb. Ezt a már? Fotelt levetted? Amúgy már, ha itt vagyok, itt felolvasok néhány dolgot a sóbányáról.
hogy nem indít alulírással oldjam meg a dolgokat. Szóval már a római korban is tudták, hogy a hely sóban gazdag, és elkezdték kitermelni ezt. Úgyhogy ez a vidék hát fellendült a só miatt. Az első írásos említést 1075-ből való a magyar kancellária rendelkezik a sóvámmal kapcsolatosan. Majd 1690-ben beindul a bányászat a Terézia tárna megnyitásával, és ez a legöregebb bánya, ahol lefele haladtak vízszintes kivágással. Még mit lehet mondani? A bányának összesen 5 tárnája van, név szerint a következő: József bánya, Mária Terézia bánya, Szent Antal bánya, Gizella bánya és Rudolf bánya. Mi jelenleg a Rudolf bányában, azt hiszem. Az első 3 arang alakú bánya, majd átvették az uralmat a trapéz alakú bánya kialakítások. A só kitermeléséhez csak kézi erőt és lovakat használtak. A bánya látogatás során megtekinthető a felvonó szerkezet egy része, illetve egy maketten a teljes felvonó. A bánya végnapjait az 1900-as évek hozták el, a termelés 1932-ben állt le, majd a világháború alatt légvédelmi búvóhelyként szolgált. Háború után pedig sajtot érleltek a lakosok a járatban. Turisták számára 1909-től látogatható a bánya, 2008 és 2010 között nagyszabályú felújítási munkálatok zajlottak, úgyhogy a felújításokat ezt hát 12 éve kezdték el, és hát így újították fel. Szerintem nagyon szépen. Csak hát egy picit drága a belépő. De mondjuk ha 50% kedvezménnyel még megérné, de így, hogy 60 leér, mondjuk aki beteg, tüdőbeteg, minden nap eljön, hát nem semmi, 60. Hú, jajaj. Na mindegy. Parajd azt hiszem olcsóbb. Tudsz? Operácia poznám bola, dala to víc útkontrol byť. No nevás. No nemám na tohle polej. No nemám. Az ISO 3200 van, mert semmi se látszik, csak ha felviszem. Itt vagyunk a tónál, lejöttünk. Itt van lift, csak olyan nagy sor van, hogy inkább jöttünk gyalog. Nagyon szűk a hely, ahol lehet jönni lépcsőn. Hát itt mi is van? A tó, román zászlóval. Lehet csónakázni, és hát kb. Ennyi. Vannak azért itt is emberek. És ott van a kilátó. Ott néztünk mi kifele. Ki lehet bérelni a csónakot. Le lehet ülni egy pillanatra, megpihenni.
20 perc, 30 lej. Na hát itt van a tó, végig lehet sétálni, és itt csónakáznak. Semmi se látszik belőle, na mindegy. Hát itt beálltunk a sorba a lifthez. Lefele valahogy lejöttünk azon a szűk kis folyósón, de felfele. Hát mindjárt fent vagyunk. 200 éven keresztül. Mit csináltak? Itt a só kitermelése 1690-1880 között folyt. Na végül bejutunk. 10 percet vártunk el. Ki kellett jöjjek, mert túl sok a autó. Túl súlyos mutatok. Na, meguntáltam. Tudnak ezt a tudat? Dehogy is. Feljöttünk megint a lifttel. Lehet várni egy picit. Azért. Még körbenézünk itt, mert van még egy pár bánya. De ez volt a legfontosabb és a legszebben kialakított. Megnézzük, hogy még mi van, aztán megyünk. Hát itt van még valami, Gizella bánya. Itt kell fizetni. Kell fizetni 20 lejt. Itt külön kell fizetni. Ez már a kiállat. Kb. Ennyi volt. Látszok azért. Hát több bánya be volt zárva, úgyhogy nem lehetett meglátogatni. Csak azt hiszem kettőt. Teréziát és a Rudolfot. Да, работает.
Ennyi volt a sóbánya. Ez a bejárat. Nem nagy valami, de szép lent a bánya rész. Hol mész? És még jönnek a turisták. És még jönnek a turisták. El van foglalva az összes parkoló. Na hát ennyi volt a rövid bemutató. Nem tudom, hogy mi fog látszani. Mert ilyen sportkamerával, hát ilyen homályba, sötétségben nem nagyon lehet filmezni. Hát ez van. Majd meglátom. Meglátjuk, hogy jól fog-e kijönni, vagy sem. Most menjünk a kocsihoz, és megyünk hazafele. Végkövetkeztetés. Érdemes eljönni. Egyszer, vagy többször is, de hát a belépő díj egy kicsit drága. 60 lej, azaz 12 euró, 13 euró. Romániai fizetéshez képest egy kicsit borsos az ára, hogy mennyire hat a sóbánya, mennyire jó a tüdőbetegeknek, azt mondják jó, aztán mindenki nézen utána, hogy mennyire hatékony, mennyire nem, valamennyire szerintem segít. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban, nem tudom hova fogunk menni, lehet meglátogatjuk egy kicsit Tordát, lássuk milyen a város. Pá, pá! Jaj, mezed a kocsikat. Még egyszer lefilmezem itt a dolgokat. Oda parkoltunk mi, ott van egy parkoló. Hely. És itt a sóbánya előtt. De oda is parkolnak a szélire.